Kedves nézők, más téma következik. Nacsa Lőrincet köszöntöm, a Keresztény Demokrata Néppárt országgyűlési képviselőjét. Jó reggelt, jó reggelt kívánok! Van egy szomorú, számomra szomorú téma, de azt kicsit még halogatom. Kezdjük azzal, milyen volt, nagyon várta már az első komoly munkanapot a parlamentben? Hát ugye parlamenti képviselőknek nem csak a parlamenten belül, hanem azon kívül is van számtalan dolg, de én mindig nagy megtiszteltetés számunkra az országházában dolgozni, és a, talán a világ egyik legszebb épületében a magyar nemzetet képviselni. De jó volt a nyitónap. Sőt, aztán kedden már viták is voltak, hétfő éjszaka is, és aztán kedden délután is folytattuk a vitatkozásokat. Fontos törvényjavaslatok is kerültek már az asztalra így az első héten is. Tegnap például egy olyan vita volt, ami egy bürokrácia csökkentő csomag. Több mindent lehet majd online egyszerűen elintézni. Például fiataloknak középiskolában vagy szakiskolában ingyenes lesz az első jogosítvány szerzése, az állami költséget illeti. Tehát fontos témák voltak már napirenden az első héten. Fontos a bürokrácia csökkentés, és ugye az is fontos lesz majd, ugye, hogy mit fog tartalmazni majd ez az integritás törvény. Mi szuverenitás szuverenitás törvény, de igen, dolgozunk rajta. Igen, ugyanaz csak a másik megvilágításban. Még dolgoznak ezen a törvényen, mikor tervezik beterjeszteni? Az őszi ülésszakban, tehát ugye ez egy karácsonyig tartó időszak. Ugye az a tapasztalat itt az elmúlt években, főleg a 2022-es választás kapcsán, választási kampány kapcsán, hogy rengeteg külföldi pénz áramlott a magyar baloldalhoz és a, hát a politikai csápjaikhoz, itt értem ez alatt a médiát, értem ez alatt a úgynevezett civil szervezeteket, és szerintünk ez egyrészt helytelen, másrészt alapvetően tiltják a magyar törvények, hogy kampányokban bármiféle külföldi forrásokat, támogatásokat fel lehessen használni. Az Európai Unió országainak nagy részében így van, hogy akik kvázi pártként viselkednek, azoknak pártként is kell elszámolniuk. Kvázi indulnak választáson, beleszólnak a politikai életbe, megmérettetik magukat a demokrácia különböző szabályai szerint, azoknak a pártfinanszírozási törvényt is be kell tartani. Ezt a kiskaput mindenképpen be kell zárni, amit itt kihasználtak. Virágos, akkor most az engem nagyon szomorúvá tevő dologról szeretnék beszélni önnel. Olvastam tegnap a különböző sajtótermékekben, ugye, hogy a KSH közzé teszi most a népszámlálás feldolgozását, éppen hol tartanak. Nagyon elszomorodtam tegnap. Azt kell mondanom önnek, hogy miért van az ön szerint, hogy jelentősen csökkent azoknak a szám, akik magukat valamelyik felekezethez sorolják be. Tehát a katolikusok száma meredeken csökkent, de valljuk meg, tehát én egészen gyalázatosnak tartom, és borzasztó kellemetlen, hogy összesen valamivel több mint 7000 ember volt az, aki magát zsidónak vallott. Ez valami egészen rémálom. És azt látom, hogy azt érzem, hogy ez a közszereplők, tök mindegy kormánypárti vagy ellenzéki politikusok, a média munkások felelőssége is. Itt valami nemzeti konszenzusra kéne jutni, hogy ez jobb legyen, ez az arány. Nem tudom, tehát annyira elszomorodtam, hogy nem is tudom, hogy mit mondjak. Ugye én is olvastam tegnap az adatokat, szerintem egyházak is már megszólaltak, felekezetek is próbálják értelmezni. Én nem vagyok elemző, de hogyha megnézzük az adatokat, és kicsit mélyebben belemegyünk, nekem sem volt rá túl sok időm tegnap óta, ez szerintem mélyebb elemzést igényel, és hagyni kell időt arra, hogy megértsük a népszámlálás eredményeit és okait. Egy dolog viszont mindenképpen kitűnik, hogy mind a ketten érezzük, hogy talán nem ezek a valós arányszámok, amiket ott látunk, hiszen én magam is többször különböző titulusokból adódóan zsidó közösség különböző ünnepein részt veszek, nyilvánvalóan látszik például Budapesten is, de vidéki nagyvárosokban is az a aktív zsidó közösség élet, ami nyilvánvalóan ezt a számot nem tükrözi. Egy szám nagyon érdekes a népszámlásban, hogy jelentősen megnőtt a nem válaszolóknak az aránya. Ugye, ha azt mondanánk, hogy itt van egy nagyon erős szekularizációs folyamat, és az emberek elfordulnak az egyházaktól, akkor nőtt volna azoknak a száma, akik magukat nem vallásosnak tartják, hiszen volt egy ilyen opció is, de az is csökkent, aki beírta magára nem vallásos.
Én abban keresem talán a választ, hogy nagyon sokan nem nyilatkoztak erről, hiszen jelentősen megnőtt. Ugye ez nem kötelező kérdés volt, mint ahogy a nemzetiséghez tartozás sem volt kötelező kérdés. Ott is a nemzetiséghez tartozó honfitársaink száma is minden egyes nemzetiségnél valamennyire csökkent. Ha visszaemlékszünk, 11 évvel, most már 12 évvel ezelőtt, 2011-ben, ott még kérdező biztosok mentek körbe a háztartásokba, és beszélgettek velünk, állampolgárokkal, és úgy töltöttük ki a népszámlási kérdévet. Most az állampolgárok nagyon nagy része online töltötte ezt ki, és az a helyzet, hogy talán mi olyanok vagyunk, hogyha valami már nem is kötelező, vagy csak a minimumot akarjuk teljesíteni egy ilyen online kérdévben, amiben úgy érezzük, hogy az állam itt most valamit akar tőlünk, kérdez tőlünk, és ezt próbáljuk a helyén kezelni. Szerintem sokan nem is válaszoltak. Itt a legfontosabb, hogy ami ebből is következik, hogy nekünk a közösségeink megerősítésén kell folyamatosan dolgozni. Ez egy helyes irány, ez szerintem az egyházaink, történelmi egyházak felismerték nem most, már régen. Itt a belső közösségépítés, az imádság helyének a felújítása, amik az elmúlt évtizedben megtörtént, hiszen a Kárpát-medencében 3000 templomot, zsinagógát újítottunk föl, és több mint 200-at építettünk újjá, teljesen újként, hogy ha már megvannak a közösségnek a helyei, akkor ott milyen élet van, az ifjúsági táborok, a hittanoktatás, a közösségi események, az arándoklatok, a vallásturizmus, hogy eljutunk-e azokra a helyekre, el tudjuk-e vinni családtagjainkat, akár idősebbeket, akár olyanokat, akik még nem jártak ott, azokra a helyekre, amik a magyarság lelki meg szellemi erőművei. Szerintem ebben van mindannyiunknak feladata meg felelőssége is, és ezen az úton kell tovább menni. Értettem. Most egy kicsit még egy lehetséges beszélgessünk a KDNP-ről, egészen röviden. Ön ugye nem csak ugye, tehát országgyűlési képviselő is, de foglalkozik külpolitikai ügyekkel. Ugye Olaszország a egyik fő szakterülete, ha lehet ilyet mondani. Azt tessék nekem megmondani, hogy lehet-e tudni már most, vagy még korai kérdezni, hogy mit fog tenni a KDNP mondjuk 2024-től az Európai Parlamentben, ugye jelenleg a néppárt tagja, maradni kívánnak, vagy ez még korai ezt fölvetni, vagy mondjuk, hogyha lesz valamilyen változás a Fidesz részéről, valami új frakciót hoz létre, akkor oda fognak így csatlakozni. Vagy ez még tényleg nagyon korai. Szerintem ez a része technikai kérdés, ami ennél sokkal fontosabb, hogy milyen összetétele lesz az Európai Parlamentnek. Hogyan következő 9-10 hónapban, hogy jutunk el odáig, és ott milyen erők kerülnek be a parlamentbe. Mint ahogy a EPP-től melletti konzervatívok, vagy éppen az ID frakció, az EPP-ben is vannak olyan képviselők, sajnos jelentősen csökkent a számuk mondjuk 10-15 évvel ezelőtthöz, de vannak olyan képviselők, akik a nemzeti gondolatot, a szuverenista gondolatot, a konzervatív gondolatot, a családcentrikusságot fontosnak tartják. Az a kérdés, hogy szerintem keresztény demokráciát azok keresztény politikusokkal lehet csinálni, és az a kérdés, hogy mennyi konzervatív, szuverenista, a nemzetek Európáját fontosnak tartó képviselő jut be a különböző pártoktól. Ezek lehetnek pici nyugat-európai pártok, akik éppen nagyon messze vannak a kormányzás lehetőségétől, de lehet Lengyelországra gondolni, Olaszországra gondolni, Magyarországra gondolni, és így tovább, ahol az elmúlt időszakban jelentősen megerősödött ez a gondolat. Én azt látom, hogy az Európai Unióval ma senki nem elégedett, mert azok sem elégedettek, akik mi azt gondoljuk, hogy a nemzetek Európája vízió a fontos, hiszen azt már meghaladtuk és elindultunk a föderalizáció irányába, de még nem jött létre az Európai Egyesült Államok, tehát azok sem elégedettek, akik föderalisták és azt szeretnék. Ezért nagy versengés lesz, nagyon nagy a tétje az európai parlamenti választásnak így módon. Sokan sokszor azt mondják, hogy kvázi nem fontos az európai parlamenti választás, én nem értek velük egyet. Azért fontos, hogy azok a képviselők, akiket oda megválasztunk az összes ország Portugáliából, Litvániából, Lengyelországból és így tovább, ők mit képviselnek, az ő pártjaik mit képviselnek, és ezeknek az ügyek mentén tudunk-e velük együttműködni. És onnantól kezdve teljesen mindegy lesz, hogy kinek a frakcióját hogy hívják. Ha megnézi, a pár évvel ezelőtt csúcson volt a visegrádi együttműködés, ott a négy miniszterelnök négy különböző pártcsaládban ült. A liberális frakcióban, az EPP frakcióban, a konzervatív frakcióban és a szocialista frakcióban ült a négy visegrádi miniszterelnök. Mégis az ügyek mentén, mert rájöttek arra, hogy az az erő, hogy 10-ből 7 ügyben egyetértenek, és arra 7-re kell koncentrálni. Még lehet, hogy mondjuk a svéd miniszterelnökkel, vagy a
vagy a német kancellárral csak mondjuk 3 vagy 4 ügyben értünk egyet 10-ből, ami fölkerül az asztalra a napirendre, és nekünk ügyek mentén meg kell találnunk azokat a szövetségeseket, akikkel reméljük növekvő és minél nagyobb számban, erre szerintem minden esély megvan, meg tudjuk kötni ezeket a szövetségeket, és picit Európát visszamozdítani a normalitás útjára. Ugye azt említett az előbb, hogy nem mindegy, hogy milyen képviselők kerülnek be az Európai Parlamentbe. Egyébként én is nagyon fontosnak tartom az EP választást. A KDNP-nek van egy olyan képviselője, Hölvényi György személyében, akit minden oldal elismer az ő képességét, tudását, a tervek szerint folytatni fogja? Nagyon messze vagyunk még a személyi kérdésektől. Itt sokkal fontosabbak ezek az elvek. Természetesen Hölvényi György képviselőtársam és barátom kiváló munkát végez az Európai Parlamentben, én azt remélem, hogy ezt a munkát folytatni fogja, hiszen számos olyan, például a fejlesztési projekt, Afrika, az egyházakkal való kapcsolattartás, a vallásközi párbeszéd, az üldözött keresztények ügye, számos olyan kérdést vitt az Európai Parlament nyilvánosság elé, amivel, ki kell mondani, sajnos kevéssé foglalkoztak az Európai Parlamentben, sajnos nem tartották ezeket a kérdéseket fontosnak. De az elmúlt időszakban, pont például Hölvényi képviselő munkájának köszönhetően, ezek nagyobb figyelmet kaptak ezek az ügyek, és elindultak azok a fejlesztési projektek, amiben most már például Afrikában a helyi egyházak, a helyi egyházi civil szervezetek iskolákon, kórházakon, orvosrendelőkön keresztül, agrárprojekteken keresztül be vannak vonva. Ugye ez azért is fontos, mert ugye a különböző közép-afrikai problémák, amik most kirobbantak, jelentős szerepet kell, hogy rójanak többek között az Európai Unióra és az Európai Parlamentre is. Illetve a migrációval is nagyon nagy összefüggés. Pontosan. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy mi fog történni. Nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk beszélgetni korán reggel. Minden jót kívánok. Minden jót.